Légi és szárazföldi bemutatókkal folytatódott a Nemzetközi Repülőnap és haditechnikai bemutató a kecskeméti légibázison vasárnap is. Ez a lánctalpas harckocsi óriási sebességgel gyűrte le az akadályokat. Amit itt a bemutatón lát a kedves közönség, az még közel sem a vége ennek az eszköznek, tehát még bőven van benne tartalék, de így is 65 km/h tudnak elérni 200 méteren, és ez az 55 tonna 5 méteren belül meg is tud állni. Illetve nem beszél a tűzvető rendszeréről, amit itt folyamatosan láthatnak a nézők. A szárazföldi eszközök mellett a kézi fegyverek is központi szerepet játszanak a Magyar Honvédségnél. A repülőnapon az új magyar fejlesztésű fegyvercsalád első darabjait is bemutatták vasárnap. Együttműködési megállapodás is született arról, hogy a prototípusokat a Magyar Honvédség elkezdi tesztelni. A Honvédséggel együtt kötöttünk egy megállapodást, hogy ezeknek a fegyvereknek elindul a tesztelése a Magyar Honvédség lőterein és kísérleti laboratóriumaiban, illetve aztán éles körülmények között is. Ezeket fogjuk visszaépíteni a fegyverekbe, ezeket a tapasztalatokat a mérnökökkel együtt, és utána reméljük, hogy ezeknek a fegyvereknek a sorozatgyártása is elindulhat a közeli jövőben. Ruszin Szendi Romulus, a Magyar Honvédség parancsnoka úgy fogalmazott, végre lesz magyar fegyvere a magyar katonának. Az altábornagy szerint a prototípusok több, mint ígéretesek. A fegyvercsaládban a pisztolytól a golyószóróig minden megtalálható. A karabélyoknak egyelőre egyféle változatát fejleszti a magyar mérnök csapat.